Üdvözlöm a Szubjektív nézőit! A mai beszélgetés során alámerülünk, hogyha ténylegesen nem is a szavak szintjén mindenképp, ugyanis a könnyű búvárkodásról lesz szó. Vendégeink a stúdióban Ladóczky Csaba, Józsa László és Gazsó Attila. Üdvözöllek benneteket! Szervusz! Mielőtt bővebben belemennénk abba, hogy mi is a könnyű búvárkodás világa, arra kérnélek benneteket, hogy definiáljuk, hogy ez pontosan a búvárkodás világában melyik műfaj, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Melyik műfaj tűzitek? Hát én hosszasan szabadtüdős búvárként jártam a tengereket, és amikor ezt már nem tartottam elég izgalmasnak, és barátom emlékeztetett arra, vagy említette, hogy Szabadkán működik egy búvárklub, és ő beiratkozott a búvártanfolyamra. Onnantól kezdve kezdtem el foglalkozni a könnyű búvárkodással. Ha már így elkezdtük, hogy te hogyan kezdted, akkor megkérnélek benneteket is, hogy hogyan találkoztatok ezzel az egész sportággal, hogyan váltatok a rabjává, hogyha így lehet mondani. Nem véletlenül. Azért, mert mi ketten az úszodákban nőttünk föl, csak éppen úszó és vízilabdázóként. És hát már egy jó 25 éve a könnyű búvár klub is ott működik mellettünk. Így hát természetszerűleg kialakulnak barátságok. Többek között azzal a Branislav Jevics Gyorgyéval, aki ikonja ennek a sportnak itt Szabadkán. Ő valami haditengerészeti múltat követően hazajött Szabadkára, amikor jó néhány évtizeddel ezelőtt, és persze mindjárt alapított is egy klubot sokak másokkal együtt és karöltve, és meghonosították ezt a műszaki, ezt a technikai sportot Szabadkán. És tekintettel arra, hogy György a barátunk a vízilabda klubban is vezetőségi tag, családi érdekeltség, meg most már hagyományok alapján, nyáron egy szép napon hátba vágott bennünket, kettőnket, hogy miért nem vagyunk mi búvárok is amellett, hogy vízilabdázók vagyunk. Erre nem nagyon tudtunk nemet mondani, igazán komoly oka nem volt annak, hogy ne kezdjünk el ezzel foglalkozni, hiszen ha már egy másik technikai sporttal, aminek megint csak köze van a vízhez, azaz a síeléssel foglalkozunk, csak persze ez egy más halmazállapot, hát az is technikai sport, ez is technikai sport, jelentős ellenérvünk nem volt, és belevágtunk egy tanfolyamba. Most itt említése került a sízés és illetve különböző vízi sportok. Mondjuk a vízilabda épp nem kültéri sport olyan értelemben, hogy az ember kint van a természetben, de ugye a búvárkodás, vagy gondolom, hogy legalábbis ahogyan legjobban lehet élvezni egy tengerben, egy élő vízben, az egy kültéri sport, outdoor sport, ahogyan ezt sokan mondják. Mi ebben a lényeg? Mi ebben a más közegben a lényeg? Ugye például én is különböző sportágokat csinálok, hegyi kerékpár vagy sziklamászás, és az ilyen sportoknál nagyon fontos az a közeg, amiben az ember benne van. Mi adja a savát, borsát ennek az egész búvárkodásnak? Hát ez egy kicsit más sport, mint az úszás vagy vízilabda. Ugye mi gyerekkorunk óta már a medencékbe edzettünk, ott viszont egész más. Mikor először próbálgattuk ezt a búvárkodást itt a Szabadkai úszodába, nekem volt már alkalmam a klub alapítása után, tehát a 30 év ezelőtt kipróbálni ezt a szerelést, és hát az első látása nem nagyon tetszett azért, mert 2 méterre merültünk, azon valahogy nekem az nem volt egy nagy kihívás. Hát ez egy pohár víz, akkor ilyen szempontból. De volt alkalmam, nyaraláson kipróbálni ezt egy komolyabb a Vöröstengerbe, és ott viszont nagyon tetszett. Egész más élővilág, egy kihívás, és ha 5-től 10-15 méterig merülünk, az még nem túl félelmetes, tehát még egy vízilabdázónak se. Itt most legutóbb, mikor merültünk, már 20-25 méterre is lementünk, amit észre se vettünk tulajdonképpen, és egy kihívás tulajdonképpen, és egy egész más. Szóval egész másképp néz ki, mintha fölülről ez a úgynevezett snorkeling, ez a úszószemüveggel nézzük a tenger alját, vagy a halakat, alulról egész másképp néz ki. És hát tegyük hozzá, hogy ez egy teljesen más világ, mint amire az ember eleve teremtve van. Mert hogyha sízünk, akkor azért mi mindig csak itt vagyunk a szárazföldön, de a búvárkodás az valami más.
Mit tudnátok ehhez hozzátenni, amit most elmondott Csaba? Van egy elszigeteltség érzés az emberben akkor, amikor mindent magára cibál, és még a füle, a szeme, az orra, a szája, mindenbe van dugva. Ez kétségtelen, és ezt talán egy picit szokni is kell, de az élmény kárpótol. Mi az élmény? Az élmény pedig az, hogy mikor alámerülsz, 20 méter alá megváltoznak a színek, olyan élővilággal találkozol, amivel a levegőben egyszerűen nem találkozol, mert egyrészt ugye víz alatti növények, növényzet és víz alatti állatvilág vesz körül, és másképp kell kommunikálni a társaddal, vigyázni kell egymásra, szabályokat be kell tartani, hiszen komoly biztonsági problémákat kell tudni megelőzni. A élet fenntartása egy ilyen kis újnyi vastagságú csövön keresztül történik, mert úgy kapod a levegőt. Most erre vigyázni kell. Ezért van tartalék lélegeztető garnitúra is rákötve a tartályra. És alapszabály az, hogy párban kell merülni, illetve nagyobb csoportban is a csoport vezetőjének, hát szinte többet kell hátrafele néznie, hogy a többiekkel minden rendben van. Ezek ilyen alapszabályok. Azt persze erre még ráépül egy csomó más is, hogy a dekompressziós betegséget hogy kell megelőzni, tehát nagyobb mélységből hosszabb lentartózkodás követően hogy kell följönni a felszínre, milyen pihenőkkel, milyen ütemben, milyen ritmusban, annak érdekében, hogy a nitrogén a nagyobb sűrűségben magadba pumpált nitrogén ne váljék ki buborék formájában az ereidben. Úgyhogy ezek lehet, hogy így ijesztő dolognak tűnnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy semmi ijesztő nincs magában a búvárkodásban. Egy nagyon kellemes, egy nagyon laza élményt kölcsönző, azt kell, hogy mondjam, hogy lelki tisztulást is előidéző élmény az, amivel az ember följön a felszínre. De akkor most, hogy itt a veszélyfaktorokat így említettük, akkor valamilyen szinten akár extrém sportnak is lehetne nevezni? Illetve hát mennyire, nyilván, hogyha betartjuk a szabályokat, akkor ezek a veszélytényezők csökkennek, illetve el is tűnnek teljesen. De mennyire valósak ezek, mennyire kerültetek esetleg ti már gondba, vagy mennyire nem? Szerintem azt hiszem, hogy biztonsággal állíthatom, hogy nem kerültünk egyáltalán semmilyen veszélyhelyzetbe, és magának a búvárvizsgának a célja az, hogy megelőzze ezeket a problémákat, hogy véletlenül se kerüljünk ilyen problémás helyzetbe, vagy ha véletlenül mégis, akkor azt megfelelő higgadtsággal tudjuk kezelni, és tudjuk, hogy mi az a variáció, amivel ezt meg tudjuk úszni sérülések nélkül. Ilyen felszerelésekkel milyen mélységig szoktatok merülni? Mi a maximális mélység? Ugye azért is említése került itt az előbb, hogy megváltoznak a színek, azt hiszem a meleg színek tűnnek el ilyen 15 méter körül. És lejjebb, meddig tart ez a végső határ, ameddig könnyű búvárként az ember lemerül? Ha most mi annyira nem tudjunk még véleményt mondani, mert nagyon frissek vagyunk ebbe az egészbe. Tehát mi most kezdtük ezt, és nekünk 4 komoly merülésünk volt. 3 hete voltunk lent az Adrián, és az első merülésük 20 méterig voltak, aztán pedig 35 méterre mentünk legmélyebben. Ott már megváltozik minden, tehát a víz minősége, már pedig a hőmérséklete is, a színek, meg egész más lent minden. De az is egy nagyon érdekes élmény. Tehát itt mondják, hogy lehet még mélyebbre menni. Nekem mondjuk ez van jó mélység volt, ez úgy talán lehet, hogy majd egy alkalommal megyünk mélyebbre is, de érdekes minden esetre. És egy kihívás, hogy lemenjünk, megnézzük, hogy milyen. És nem tűnik egyáltalán mélynek, az az érdekes, hogy azt hiszük, hogy ott vagyunk 5 méterre a felszíntől, mert föl is néztük a felszínt is, és ott van minden. Közben a mérők azok mutatták pontosan, hogy mennyi vagyunk. A távolság is változik, hogy máshogyan érzékeli az ember. Más vannak ilyen optikai jellegű csalódások ebben, de ezeket a dolgokat igazából mi a tanfolyamon hallottuk, az anyagban olvastuk. Meg azt is, hogy egy adott mélységen túl még az is fönnáll, hogy hallucinációs tünetek jönnek be. Tehát számos dolog, számos veszélytényezőnek mondható dolog van, de lehet, hogy nem is kellene erről beszélni, mert reális veszélyként nem jelent meg.
Azt hiszem, hogy aki észen van, akinek rendben van a felszerelése, és akinek a tudása, meg főleg az önfegyelme rendben van, annál nem is fog... Nyilván nem azok merülnek, akiknek fegyelmi problémáik vannak esetleg ilyen helyzetekben. Én nem azért merül az ember le, hogy azért, ott esetleg valami hülyeségeket csináljon. Így igaz. Amíg a vezetőjénk is olyanok voltak, hogy tehát tényleg jó kiképzett vezetők voltak is, mondták, hogy mire figyeljünk. Mi tartottuk magunkat ahhoz. Nagyon fontos volt az előkészület. A vezető az mindig megadta, hát alaprajznak mondanám, ami nem pontosan igaz, mert egy ilyen keresztmetszeti rajzát az útvonal tervnek. Tehát a merülés útvonalán az egy tervezett dolog volt. Mi pontosan tudtuk, hogy a hajónál kb. Milyen mélységgel, amiből ugye beleugrottunk a vízbe, milyen mélységgel kell számolnunk, hogy alatta a talajnak a domborzata milyen irányban változik. Vannak szírtek, hogy változik, hol vannak például olyan falak, amelynél hirtelen 50 méterre mélyül le a víz mélysége. Tehát pontosan tudtuk, hogy mivel kell számolnunk, és ilyen értelemben meglepetések nem történhettek, de ez is egy nagyon jó tapasztalat volt a számomra, hogy mint ahogy minden ilyen tevékenységben, sportban, ami kihívja a természetet az ember ellen, hát itt a tervezésnek alapvető funkciója van, mert csak akkor lehetsz biztos a dolgodban, hogyha a negatív meglepetéseket, a kellemetlen meglepetéseket lehetőleg ki is zárod. És ez működik, ez megy, mindenkinek tudjuk ajánlani ezt az élményt. Milyen sokáig tart egy merülés, illetve most az útvonalról is szó volt, mekkora területet jártok be egy merülés során? Ez jó kérdés, gondolkodtam rajta, nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e rajta. Becslésem szerint ez valahol olyan, egy kilométernyi távolság lehetett egy merülés. Úgy valahogy időben legyen 20 perc, 25 perc. Több 35-40 45 perc volt egy merülés. De ez jellemző. Elvesztettük az időérzékünket. Igen. És a 40 percet is mérőt adatból tudom, mert én is 20-at mondtam volna, hogyha nem tudtam volna meg az adatot. Igen, és ezt utána a merülés vezetőtől mindig elkértük ezeket az adatokat, mi volt a legnagyobb merülési mélység, mi volt a merülés időtartama, és mi volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Azt hiszem, hogy egyszer volt 19 fokos víz, ami nekem már hűvösnek tűnt. Ehhez képest volt egy osztrák csoport, aki párhuzamosan velünk merült, és ők láttam búvárt kapucni nélkül is. Ami aztán már igen meredeknek tűnik. Visszatérve az előző kérdésedhez, a könnyű búvársportban a 40 méteres mélységig van megengedve a merülés, és az irodalom szerint ezzel a felszereléssel 60 méterig biztonságos a merülés. Persze utána vannak történetek, akik nagyobb mélységeket is megjártak, és mondják, állítják, hogy többet is lehet, tovább is lehet, de amíg veszély nélkül mindenféle különösebb mérgezési tünetek nélkül az ember meg tudja úszni az a 60 méter, és van egy 20 méteres biztonsági tartalék, tehát igazából 40 méterig van megengedve a merülés. A színekre, amit említettél, hogy a színek eltűnnek, ez így van, de vannak lámpák, amiket magunkkal viszünk, és a lámpával megvilágítva az adott területet visszatérnek az eredeti színek és az élénk. Ez a természetes fény függvénye. Igen, és hát már 30 valahány méteren aztán már elég szépen kezd szürkülni minden, de hogyha ezt egy lámpával valaki megvilágítja, akkor visszatérnek azok az élénk rikítós színek, amik... És ha jól tudom, 400 méternél van már vaksötét. Hát ezt nem próbáltam. Nyilván nem tudom, csak régebben, akkor olvasgattam, azt hiszem, hogy ott kezdődik. Aztán nyilván, hogy egy Mariana árokban van, ami van 10 000 méter mélyen, az már egy más dolog, de ha jól tudom, 400 méternél tűnik el. Lényeg, hogy ezt világítással vissza tudjuk hozni.
De a világítás alatt egy közösséges kézi batterilámpát is lehet érteni. Nyilván vízálló. Vízállót, persze, és történt is ez a merülésvezetőnk, amikor valami érdekes növényt, érdekes állatot látott, akkor rávilágított, és akkor hopp, egyszer csak visszatért a színek világa, mert a teljes spektrumot érvényesítette maga az a kis fehér fény. Úgyhogy ez a színek fakulásának és a szürkület beállásának a tapasztalata, ez egy külön érdekes dolog, mert ezzel máshol a természetben én legalábbis nem találkoztam. Tehát ha hegyre megy az ember, hogyha a víz felszínén van, akkor az ilyen érzéki tapasztalatváltozások nem állnak be. Ehhez bizony le kell merülni a tengervíz bizonyos mélységeibe, hogy megtapasztald. Mennyire sokrétű a felszerelés, mennyire speciális, milyen elemekből áll össze? Én épp azt szerettem már megemlíteni, hogy ide egy különleges szerelés kell a búvárkodáshoz, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a szerelés. Mint minden sporthoz, ugye a sportgyártók ma arra törekszenek, hogy minél jobb legyen, milyen legyen, tarka legyen, ne tarka legyen, minél jobb minőség. És itt is az utolsó 25-30 évben, de aztán jobban meg tudnád mondani, mert jobban értesz az ilyen dolgokhoz. Mint minden sportban, itt is óriási fejlődés volt. Itt ami nekünk, ugye mi béreltük a szerelést, ott kaptuk, ami jutott. De nagyon jó szerelést kaptunk legalábbis szerintem, mert aránylag könnyű is volt fölhúzni, nem mindenkinek ugye, de könnyű volt fölhúzni. És egyedül a palack tartom egy kicsit nehéznek, de itt is már vannak olyan palackok, amiket valami újfajta anyagból csinálják, ami jóval könnyebb, úgyhogy itt is majd könnyítés lesz. Itt ez a merlényszerűség, ugye, ami tele van levegővel, az föntart a vízén, pumpálunk bele, akkor a magasságot tudjuk szabályozni. Szóval nagyon érdekes az egész dolog is. Sokkal könnyebb, mint ahogy az első pillanatra az látszik, még a parton vagyunk. A vízben jobban érezzük magunkat. Különféle súlyok vannak, amik húznak le bennünket, tehát hogy megtartsuk azt az egyensúlyt, ne legyünk túl magasra, se túl mélyen se. Ólom, igen. És akkor azt is a testsúlyhoz képest mérik hozzád, és akkor azt az övet tulajdonképpen úgy mérik, hogy kellőképpen húzzon le bennünket. Viszont az olyan öve, mivel kis zsebek vannak, és a társúgy szerint? Nincs, ez egy ővisadomnak olmok rajta. Viszont van az a mellény rész, az nagyon jó, amin a tartály is rajta, abban még lehet levegőt pumpálni, és az tartja a magasságot. Ha túl süllyedünk, akkor nyomunk egy kis levegőt bele, és már följebb kerülünk. Úgy is merülünk ki tulajdonképpen. Lényegében ez a mellény veszi át az úszóhólyag szerepét. Igen, igen. Ez egy mesterséges úszóhólyag az embernek. Talán többet tudom a szerelésekről, hogy mekkorát fejlődtek a szerelések is utóbbi 15-20 évben. Igazából nagy történelmi áttekintést nem tudok ebből ezzel kapcsolatban mondani, de minden esetre ami fontos, hogy sokan még valamilyen egzotikus sportnak tartják a búvárkodást, de igazából ez a világban valahol a 90-es évektől egy könnyen elérhető sport, és azt hiszem, hogy ma már nálunk is ez egy könnyen űzhető lehet, dolog. Lehet, hogyha az ember egy ilyen kontinentális területen lakik, ahol nincs tenger, annak egzotikus nyilván, de annak sok más minden, mondjuk tengeri sport is egzotikus lehet. Hát igen, minden esetre ez a sok felszerelés, talán még azt említsük meg, hogy valahol ott a 30 kiló környékén van, amit magunkra húzunk, és magunkkal cipelünk. Ami addig nehéz, ameddig alá nem. Aminek a súlyát addig érezzük, még nem vagyunk vízben. Mert újjászületési élményen beugrani a vízbe azt követően, hogy ezt a 30 kilót magára cipálja az ember, ez kétségtelen. De a vízben ez egyszerűen átalakul. Az élmény is átalakul, és egyszerre csak egy lebegős érzésé alakul át. Amiről a fiúk még nem beszéltek, az maga a ruházat. A ruházat az teljesen alkalmas arra, hogy jó hőszigetelőként működjön, tehát mi ebben ezen a kiránduláson nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy egy picit is fázzunk, mert független attól, mondjuk már 19 fok, az már tényleg strandolásra nem éppen kellemes, csak mi szoktunk ennél hidegebben pólozni néha. De a ruha viszont úgy van kialakítva, hogy a teljes testfelületet megvédi a hüléstől, tehát gyakorlatilag az embernek a
arcának az alsó felét kivéve éppen minden fedve van, úgyhogy ez is egy komoly védelmet jelent. Tudnélik, hogyha húzamosabb kihűlésnek volna kitéve a test, akkor valószínűleg komoly gondot okozhatna, ez ki van szűrve. Ez a neoprén nevezető anyag hihetetlen, úgy tűnik, hogy semmivel nem szakítható el, tehát fizikailag is biztonságban van az ember tőle, meg a hőszigetelés tekintve is. És még csak tényleg egy mondatot, egy utolsó mondatot arról, hogy hogy lehet ezt elkezdeni. Tehát be kell tagosodni egy klubba, és vizsgákat kell lerakni, vagy hogy működik? Egy próbamerülés erejéig bárki kipróbálhatja minden térítés nélkül. A Sétaerdei medencében lehet, ki lehet próbálni, meg lehet nézni, hogy az embernek ez tetszik, vagy nem tetszik, vagy tud ezzel az érzéssel mit kezdeni. Ez teljesen ingyenes, és mindenkit várnak a Buvárklubban. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtátok nekünk, a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, sok sikeres merülést kívánunk. Még köszönjük szépen. Köszönjük szépen Buvároknál nem a merülést, hanem a feljövetelt szokták. A feljövetelt. Merülés és feljövetelt. Köszönjük. Köszönjük szépen a figyelmet.